Üdvözlök mindenkit a Kisvakon csatornán, július elején járunk, gyönyörűen érik a málna, csoda szép szemek, hál' Istennek rengeteg, rengeteg málnánk van, másik kertnél, egy jó ideje már, hát körülbelül tíz napja rakjuk a málna szörpöt el télére, meg nyárára, meg mindenkorra, és azt szeretném most megmutatni, hogy ezt hogyan ö, készítjük. Ö, ez nem egy olyan recept, az a csapjuk össze, dirdor, nyomjuk szét a pa, pasztának, aztán már kész is van, bedobjuk a hűtőbe recept, hanem egy, ö, hát úgy is mondhatnám, hogy ősrégi, autentikus ö, recept. Ö, szeretném megmutatni lépésről lépésre. A videó alá pár szóba odaírom a receptet is, de igazából azért hát egy elég hosszú videó lesz eléggé. Megpróbálok minden egyes lépést megmutatni, hogy aki hozzá fog és eddig nem csinált, az százszázalékos sikerre menjen, és egyből tökéletesre sikerüljön. Úgyhogy hát következzen a málna szörp recept. Na, hát itt van ugye a frissen szedett málna, és mivel ehhez a Mennyiségeket úgy kell adagolni, hogy euh, térfogatban számolva, tehát nem euh, súlyban, hanem térfogatban. Most ezt az egészet egy ilyen literes mércés pohár segítségével visszamérem egy jól kimosott nagy fazékba, és ezáltal meg tudom majd pontosan, hogy hány liternyi málna van itt az asztalon. Úgyhogy ezt most átmérem, és akkor meg is tudok, tudom nézni, hogy mennyi van. No, mivel elég fontos volna, hogy a visszamérés miatt a málna ne törjön meg, ezért uh, ugye át kell önteni ebbe a literes uh, edénybe. Nem lehet uh, kézzel átteni, mert akkor eléggé összetörik. Erre a legegyszerűbb trükk, hogy ha teszünk egy ilyen nagyobb műanyag edényt, a másik edénybe egyszerűen csak beleöntjük, így nem fog megtörni. Ami véletlenül mellé patyog, azt ugye miután kiürítjük a literes csuporkánkat, egész egyszerűen Visszatesszük a edénykénkbe, és már mérhetjük is ki a következő litert. Ami nagyon fontos, hogy a edény, amiben mindent átöntünk, az tökéletes állapotban legyen. Tehát ha zománcozott edény, ne legyen leperegve belőle a zománc, tehát semmiképp vassal ne érintkezzen a málna, mert bizony, hát egyrészt ebbe is lesz valamennyi citromsav, ami miatt ez nem igazán ajánlatos másrészt pedig oxidálódik maga a málna is, sőt még a színét is változtathatja, tehát a legjobb az, hogyha nem érinkezik semmi ilyesmi, úgyhogy vagy egy rozsdamentes, tehát inox edénybe, vagy egy zománcozott, de sérülésmentes edénybe mérjük ki az egészet. Nagyon fontos, hogy ne felejtsük el, hogy hány litert mértünk, ne kelljen újra kezdeni. No, befejeztem a visszamérést. 9 liter málna van itt. 4-5 9 liter, de azt 9 literre kerekítjük fejbe. Látjuk, hogy nem tört össze, tehát ezzel az átöntéses módszerrel nagyon szépen lehet dolgozni. Ami nagyon-nagyon fontos, és még nem mondtam, hogy a málnát nem szabad megmosni. Ezért mindenképpen olyan, tehát úgy szedjük le, vagy olyan helyről szedjük, ahol biztosak vagyunk benne, hogy permetezve nem volt soha, nem útszélen nevelkedett, ahol az autók ráverték a port és különböző kipufogó füstöket. Tehát szép, tiszta málnával dolgozunk, mert megmosni nem szabad. Jó? Na akkor folytassuk. A következő fázis az a málnának az összetörése lesz. Ezt hát kisebb mennyiségeknél lehet egy villával, vagy egy tudom, fakanállal, de akár kézzel is. Hát ilyen nagy mennyiségnél meg pláne kézzel lenne a legkönnyebb. De akár, és azért hoztam ide, egy ilyen rozsdamentes krumplitörő törő is nagyszerű erre a feladatra, tehát simán lenyomkodva, így szépen lényegében összezúzzuk a málna szemeket, hiszen nekünk csak az volt a fontos, addig kellett épp maradjon a szem, amíg a mennyiséget, tehát a, 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 a málna vissza tudtuk mérni. Most már tudjuk, hogy 9 liter, tehát még egyszer mondom, ezt nem kilóra, literre mérjük, most már tudjuk, hogy 9 liter van, úgyhogy ezt így egy rozsdamentes krumplitörővel akár nagyon szépen össze lehet törni. Na hát ezt már nem mutatom végig, de ebből egy ilyen masszát kell készíteni. No, összetörésre került a málna. Ez nagyon-nagyon alaposak legyünk, hiszen a málna ilyen apró bogyókból épül fel, és azt mindegyiket lényegében össze kell roppantanunk, ahhoz, hogy a legtöbb szörpöt tudjuk kinyerni belőle. Nagyon fontos, hogy Szerintem ne használjon botmixert, mert az a magokat is széttörni, szétverni, és ezzel a málnaszörp minőségét rontanánk. Na most tudni kell, hogy málnaszörpöt lehet melegen is készíteni, ez azt jelenti, hogy egy idő után, tehát amikor majd túl leszünk bizonyos folyamatokon felforralni és úgy eltenni, az is egy nagyon jó módszer, aki úgy készíti, de mi személy szerint nem igazán alkalmazzuk, mert forralás után egy ilyen pilleszerűen felemelkedik a tetejére a málna, tehát mi hidegen készítjük a málna szörpöt, és mivel hidegen készítjük, és a málna nagyon könnyen gombásodik is, tehát penészesedik, és nagyon könnyen forrásnak is indul, tehát erjedésnek, ezért tartósítószert használunk. Egy darab tartósítószert fogok belekeverni ebbe a mennyiségbe. Egy ilyen tasak, ez 7 g-os, ez nátriumbenzoát tehát úgy majdnem 1 g per liter málna, nagyjából így lehetne számolni a tartósító mennyiségét. Tehát mondjuk aki kis mennyiséget csinál, mondjuk csinál 2 liter málnából, az körülbelül, hát igen, majdnem 2 gramnyi, tehát egy ilyen kis kanálnak a hegyén tegyen bele tartósítószert. Aki még egyszer mondom, hidegen készíti a málna szörpöt. Szerintem a minőség, a végső minőség az íz, az állag, a kinézet az így jobb lesz. Úgyhogy ebbe a 9 liternyi összetört málnába én most 7 g nátriumbenzoált tartósítószert bele fogok keverni. Ez a következő fázis. No, jó alaposan belekevertem egy fakanás segítségével a tartósítószert. Nagyon fontos, ebben lesz még egy tartósítószer, a citromsav, vagy ahogy itt Erdélyben hívják a citromsó de azt még most nem szabad beletenni, mégpedig azért, mert ha most beletennénk, akkor a málna szörpünk elveszteni ezt a gyönyörű szép rubinvörös színét, egy ilyen félig tetsző ilyen enyhén vörös valamit kapnánk, ami hát tudjuk, hogy amikor valamit eszünk vagy iszunk, akkor nagyon fontos, hogy a szemünk is jól lakjon, tehát ezzel lényegében a minősége nagyon sokat csökkenne a szörpünknek, úgyhogy egyenlőre csak ez a tartósító van belekeverve, és most következik az, hogy hozzámérjük a szükséges mennyiségű vizet. Ez nagyon egyszerű, minden egyes liter málna szörphöz, ezért kellett ugye visszamérni literre a málnát is, minden egyes liter málna szörphöz 6 deciliter vizet adunk, hideg vizet nagyon fontos, tehát 6 deciliter tiszta hideg vizet mérünk hozzá. Jelen esetben ugye 9 liter málna szörpön volt, 9 x 6 deciliter vizet fogok ehhez hozzáadni. No kérem szépen, tehát 6 deciliter víz hozzáadhatod a minden egyes liter málnához, jelen esetben nekem ez 5,4 liter vizet jelentett, tehát ezt mindenki attól függően mennyi málnát készít, elméri. Kiméri magának, a lényeg az, hogy ezt még egyszer nagyon alaposan megkavarjuk, hogy egyrészt felkavarodjon a málna, másrészt, hogy az a tartósítószer felkavarodjon. És itt jön a, hidegkészítésnek a lényege, hogy ezt most, hát ha kicsi a mennyiség, akkor legjobb mondjuk betenni a hűtőbe. Hogyha viszont ilyen nagy mennyiség van, hát ez nem fog beférni a hűtőbe, akkor egy jó hűvös helyére a lakásnak, háznak félre kell tenni, minimum 12 órára. Ezért mondjuk a legalkalmasabb erre a málna szörp készítésre, mondjuk egy délutáni esti óra, amikor ezt az egészet így eddig a szintig elkészítjük, majd, még egyszer mondom, minimum 12 órára, de azért nem szabad túlzásba se vinni, mert ugye ez azért terjedésnek indulhat, de minimum 12 órára, tehát legjobb mondjuk másnap reggelig eh, hagyni, így eh, szépen eh, érlelődni, kioldódjon a málnából az íz, a zamat és a lé Tehát így ebben a formában most rákerül egy fedő, és szépen egy jó hűvös helyre eh, Eltároljuk, minimum 12 órára. Na, ugye rákerült a fedő a szörpünkre, ez most akkor 12 órára pihenőbe megy, hát kicsit több lesz az, mint 12, lesz az 14 is. Az a lényeg, hogy ha alkalmunk van rá, és a lehetőségünk van rá, akkor nagyon jó tesz neki, hogyha néha-néha vagyok. Tehát így pár óránként ránézzünk, felkaljuk, egy kicsit, még jobban kijönnek majd az ízek belőle. Na, üdvözlök mindenkit, eltelt! 12 óra. Itt van a málna szörpünk, elérkezett a pillanat, le kell szűrni. Ehhez mit használunk? Hát használunk egy tiszta tülkendőt, alá teszünk egy citát és egy edényt, és akkor ebbe fogjuk átmerni a szörpöt. Előtte nagyon fontos, hogy alaposan keverjük meg, hogy a, egyenletesen legyen eloszlódva a málna. Még egy apró trükk, hogyha van egy olyan fakanálunk, persze nem olyan fakanállal kavarjuk ezt, amivel a hagymás pörköltöt is kavarjuk, amit erre a célra használunk, és így picit elszíneződik, hát most a kamerán nem látszik, de így beszívta ezt a málna vöröset, akkor majd, amikor mindennek vége, akkor ezt beáztatjuk majd egy kis citromsavas vízbe, és ugyanolyan szép tiszta lesz, mint az előtt. Szóval jól megkavarjuk a málna levünket, és következik a leszűrése. Úgy, ha alaposan meg van kavarva, ide készítettünk ugye egy edényt, abban van a, hát ezt ki is veszem szerint. Ide készítettünk ugye megint csak egy edénykét, amivel le tudjuk szűrni szép lassan, óvatosan öntjük, hogy a tülkendő ne mozduljon el, és átmérjük ide a szörpünket. Na most egész eddig a pontig, lényegében aki főzéssel készíti a szörpöt, az pontosan ugyanígy kell eljárjon. Tehát eddig a pontig minden eljárás megegyező. Az egyetlen különbség, az innentől következne, hiszen aki főzéssel készíti a málna szörpöt, az ezen a ponton, a leszűrés után, leszűrés és lecsöpögés után beletenné ugye a cukrot, és a kettőt együtt felfőzni. Na most, mivel a cukor az felenged egy ilyen cukorhabot a tetejére, az kellene 4-5 percig főzni, és 4-5 perc után lényegében üvegbe tölteni, abban az esetben ugye még a tartósítószer sem lenne feltétlen szükséges bele. Sőt, viszont régen mi is úgy csináltuk, aztán áttértünk erre az eljárásra. Ennek az az oka leginkább, hogy a főzött szörp egyrészt a színe is elváltozik valamennyire, másrészt ez a bizonyos cukorhab ez így felszokott jönni az üveg tetejére, és hát elég, elég, hogy is mondjam, csak nem szép látvány, mert legalábbis mi nem kedveljük. Másik probléma vele az, hogy valamelyest elváltozik az egésznek az aromája, hogyha főzzük. Zárójelven megjegyzeném, hogy az sem utolsó dolog, hogy ebből, ha még azért frissen fogyasztunk, így hideg eljárással készítve még marad valamennyi vitamin bár ugye ahogy telik az idő, a vitamin mennyisége csökken az ilyen készítményekbe, tehát tavaszra valószínűleg már nem lesz benne vitamin, de lesznek ásványok, nyomalemek még tamaszra is, viszont most frissen fogyasztva azért lényegesen ö, több, vagy hát egyáltalán marad benne vitamin, nem mint a főzött verzióba, úgyhogy ez a másik ok, ami miatt inkább így készítjük, de még egyszer mondom, az aromája és a színe is így hideg eljárással készítve egy kicsit jobb lesz, Úgyhogy ez az oka annak, amiért átálltunk mi erre a módszerre. Na most itt mindenképpen meg kell várnunk, amíg ez a bizonyos ö, szörpi lecsöpög. Még egy valami nagyon fontos dolog, hogy nem szabad ö, préselni. Tehát ö, ez nem olyan, mint az almalé, ö, ezt a cuccot, ezt majd egész egyszerűen a gravitáció fogja kifacsarni. Tehát amikor majd, most néha meg kell állni kicsit várni, amíg ugye ő lecsöpög magának, de amikor már így nagy mennyiség nem csöpög, akkor egész egyszerűen összefogjuk majd a kendőnek a négy sarkát, megkötjük egy ilyen zsineggel, és felakasztjuk, és egész egyszerűen gravitacionális úton fog kicsöpegni belőle a szörp maradéka. Tehát ez általában 4-5 órát vesz igénybe. Így az edény fölé fellógatjuk lényegében, és hagyjuk, hogy jól kicsöpegjön. És még egyszer mondom, ne szorítgassuk, ne préselgessük, mert teljesen elváltozik az aromája. És ilyen belekerül ez a sűrűje is, ami bár én tudom, hogy ízletes meg, de nagyon megcsúnyolt tőle a szörp, és hogy szét fog válni majd, tehát ezt nem szabad nyomkodni. Jó? Tehát most hagyjuk, hogy lecsöpögjön, most ezt fogom folytatni. Hogy itt merem át, megállok egy kicsit, megvárom, még lefolyik, megint merek egy kicsit, megvárom, még lefolyik. Néha megemelgetem, hogy egy kicsit segítsek a lecsorgásban, és aztán felakasztom, négy sarkánál összekötve, és várok, hogy lecsöpögjön, de majd még mutatom. No, az első tülkendő megtelt megmutatom kicsit. Lecsöpögött. Összefogjuk úgy, hogy nehogy a magok ki csúszszanak belőle. Így. Jó szorosan összefogjuk. Mikor összefogjuk, ezt is megmutatom. Tehát itt összefogtam így az ujjammal, és akkor így egy finoman így meg lehet egy kicsit csavarni. De még egyszer mondom, nem nyomkodjuk, nem préseljük, inkább csak a kendő maga mindenütt egyenletesen egy kicsit kifejt rá egy kis erőt. Így, és ha ez megvan, akkor előkészítünk egy spárgát, van rajta egy hurok, azon ugye egy át van húzva. Ezt ide a szájára rátesszük, még egyszer jó alaposan összefogjuk, meghúzzuk egy kicsit. Így. És akkor ezt a húrkot így szépen ráfeszítjük. Na, meg is van. És ezt most felakasztjuk egy másik tálikó fölé, és ez szépen magának még ki fog csöpögni. Hát nagyon sok már nem fog kijönni belőle, de még azért fog kijönni rendesen. Úgyhogy ezt most áttesszük egy másik tálikóba, megyünk felakasztjuk, hadd csöpögjön. Ide pedig jön a következő tülkendő, és szűrjük tovább. Na, közben ide került egy harmadik edény, ez már a végterméké lesz. Azért ezt használom lecsöpögtetni, mert erre pont ráillik a szűrő. Úgyhogy ebből most szépen már a majdnem kész szörpöt átmerem és közben mélyen is. Ez egyszer volt. 6 deci. Ez még 6 deci, az már 1,2 liter, és így tovább. No, eddig 3 liter csörpünk van, félre teszem, és akkor folytatom a melegetést. No, ugye már le van szűrve 3 liter levünk, az itt van. Amíg ez itt csöpöreg magának, a többi, a második tűl kendőben, addig elkezdjük hozzáadni a cukrot. Na most a cukor az nagyon egyszerű, ahány liter ilyen kész leszűrt szörpünk van, annyi kilogramm cukrot adunk hozzá. Tehát jelen esetben ugye nekünk már itt van 3 liter kész ö, leszűrt szörpünk, abba 3 kiló cukrot kell beletenni. Na most nagyon fontos, hogy persze nem egyszerre zúgytintjuk bele, mert akkor leszáll a cukor az aljára, és viszonylag nehéz felkavarni. Úgyhogy egyszer egy ö, kilónyi cukrot teszek bele. Így. És ezt már egy fakanál segítségével elkezdem felkavarni kicsit vigyük a a kamerát, így. Tehát ezt már elkezdem felkavarni, és ezt közben, míg itt csöpög a szörp, és közben így szürögetjük lefele, ezt így folyamatosan néha meg meg kavarva, hogy mindig legyen mozgásba, oldjuk fel a cukrot benne. Persze tudom, hogy ha főznénk a dolgot, akkor sokkal hamarabb felolvadna a cukor, de hát még egyszer mondom, megváltozna a szín, megváltozna az aroma, megváltozna minden. Uh, citromsav is lesz majd beletéve, tartósítás és íz miatt is, de ezt még nehogy beletegyük, mert ahogy látjuk, ilyen gyönyörű szép tűzpiros málna van, és ha most beletennénk a citromsavat, akkor egy ilyen majdnem átlátszó, uh, hát uh, kevésbé. Az ízén nem sokat változtatna, viszont uh, a színélmény az tökéletesen tönkre menne. Úgyhogy egyelőre csak így a cukrot finoman kavargatva, rákavarunk, egy kicsit mozgásba tesszük, közben egy kicsit foglalkozunk a szűréssel, megemeljük néha a négy sarkát. Egy eljátszogatunk egy kicsit, hogy ő szépen sorogjon le. Néha így megemeljük, ilyenkor serkentjük a csorgást, össze lehet fogni egy nagyon picit így a nyakát, egy nagyon óvatos mozdulattal így egy kicsit megszorítjuk, és közben néha-néha a cukron is kavarunk egyet-kettőt, hogy az közben itt tolvadjon. Soha nem felejtjük el, hogy mennyi kész szörpink van, ugye annyi kiló cukrot kell ezt beleadni apránként. No, lassan elkészül a málna szörp. Ú, így zárójelbe, be, tehát a 9 liter málnából, Ú, ugye minden után 9 liter cukorazatlan levet kaptunk, tehát ebben már benne van az a 6 deci víz is, amit magyaráztam. Tehát 9 liter málnából lényegében 9 liter tiszta málnás levet kapunk. Ehhez ugye hozzájön a cukoradva, ugye mondtam, hogy literenként 1 kg, és a végtermék az jelen esetben körülbelül ugye 16 liter málna szörp. Ez lesz az eredmény, a körülbelül 9 liternek amit leszettünk. Na most itt megálltam egy pillanatra a kevergetéssel, hogy magyarázzak valamit. Tehát ugye már ez, ehhez már hozzá van adva a cukor, így kilónként szépen hozzá kevergetve, ez már majdnem teljesen kész. Egy pillanatra megálltam, hogy megmutassam, hogy meddig kell ezt kavarni lényegében. Látjuk itt most ezzel már rég megálltam a kavarással, ebben már benne van a szükséges cukormennyiség, és feljön a tetejére egy ilyen cukorhab. Ez az a cukorhab, amiről beszéltem. A lényegében addig kell kavarni, tehát nem csak addig kell kavarni, amíg a zaján már nem érezzük, hogy recseg a cukor, ennek még egy picit még lehet hallatszik is, hanem addig kell kavargatni, amíg lényegében ez a cukorhab is eltűnik. Tehát addig kell kavargatni, ez nem egyszerre kell fel, addig kavarni, néha meg lehet állni, aztán megint kavarni rajta egy kicsit. Tehát a lényeg az, hogy addig kavarjuk, amíg ez a cukorhab is teljesen, teljesen eltűnik, és látjuk, hogy milyen csoda szép, hát most a habot, ha félre húzom, ilyen csodaszép, erős, tűzpiros színű málna lesz belőle. Tehát ezt így néha megkavargatva, az se gond, hogyha egy órán vagy két órán keresztül tart, tehát néha egy ránézünk, megkavarjuk egy kicsit, várunk egy kicsit, megint megkavarjuk egy kicsit. Ezt addig kell lesz folytatni, amíg a tetejéről ez a cukorhab, ez teljesen, tökéletesen eltűnik. Na most, ha erre a szintre eljutunk, csak akkor és csak is akkor szabad beletenni a citromsavat, vagy még egyszer mondom, hogy itt Erdélybe hívják a citromsót. Na most ez megint ízlés dolga egy kicsit, hogy, hogy mennyit kell beletenni. Mi úgy szoktuk, hogy körülbelül, tehát úgy számoljuk, hogy körülbelül literenként 8 g citromsavat adunk hozzá. Ennek tartósító szerepe is van, de ad egy ilyen nagyon-nagyon enyhe savanykást is a málna szörpnek. Tényleg enyhe, tehát nem lesz tőle savanyú, de egy ilyen nagyon-nagyon pici, enyhén savanykás ízt. Na most, hogyha ilyen pici citromsavat vásárolunk, az pont 8 g, tehát hogyha kis mennyiséggel dolgozunk, akkor tökéletes ilyen kicsi zacsival dolgozni, de persze, hogy ekkora mennyiségnél már ilyen nagyobb kiszerelésű citromsavval fogunk dolgozni. Tehát jelen esetben, ugye itt van az asztalon, ugye ezen most eltűnt a cukorhab, ezt megint hagyjuk egy kicsit, és ezt a másikat is megkavarjuk, ebben még nincs feloldódva, ennek még az alján is van cukor, és akkor ezt néha egy rákavarva szépen eloszlatjuk teljes egészében a cukrot, és a citromsavat csak és csak és csak és kizárólag akkor fogjuk rátenni, amikor teljesen tökéletesen feloldódott a cukor, és már a tetejéről is eltönt a citromsav. Na most például ebből ugye tűl ide-tűl oda látszik, hogy egy, kettő, három apró magocska ö, belekerült, azokat majd így a végén szépen egy kanál segítségével leszedjük, hogy még az a három pici ö, magocska se maradjon benne, és ö, lényegében kész is van a málna szörp, majd mindjárt elmagyarázom, hogy hogyan szoktuk eltárolni No, tehát látjuk ebben a baloldali edényben, hogy már teljesen eltűnt a cukorhab, is teljesen feloldódott a cukor. 7 liternyi szörp van benne, 8 g citromsavat teszünk ugye literenként, az 56 g citromsav megy ebbe bele, ugye 6-ot már beletettem, az 50-et most dobom bele, és ezt is alaposan jól-jól-jól felkeverjük, és teljesen elkeverjük, és lényegében kész is van a Ö, szörpünk elkészült hidegen, benne maradtak a vitaminok, benne maradt minden. Friss fogyasztva még nagyon nagy mennyiségű vitamin is van benne. Ö, és nagyon szépen megőrzi a színét, nem tudom, hogy visszaadja a videó, de egy csodaszép erős színe van, ilyen lesz a szörp is. Szép tűzpiros szörpöt készítünk belőle. Na most ugye adagolás tekintetében, ebben ugye jó sok cukor van, ezért ez egy a héthez adagolandó, tehát egy rész szörphöz, hét rész ásványvizet, vagy szódavizet ki, mivel szereti fogyasztani, kell hozzáadni. Na, hogy tesszük ezt el lényegében télire, meg hát lényegében hogyan tároljuk? Lehetőség szerint olyan helyen tároljuk, ahol nem éri fény. Ez nagyon fontos, ha a fény éri, akkor veszít a színéből, tehát nem tesz jót neki. Mivel mi itt mennyiségeink vannak, tehát nekünk már azt hiszem körülbelül egy ilyen majdnem 20 liter már el van készítve, ehhez most hozzájött még jelen esetben körülbelül 16 liter, tehát ilyen mennyiségeknél már ilyen szép kis üvegekbe egyenként disz kis rongyocskával vagy diszpapírral a száján, ez így nem működik, esetleg amit az ember ajándékba visz. Úgyhogy simán egyszerűen tiszta ásványvizes flakonokba szoktuk eltárolni. Ez is úgy működik, hogy alaposan ugye kiöblítjük, kimossuk a az ásványvizes flakont, ennek ugye nincs mellékíze, nincs semmi probléma, vele lehet nagyon jól benne tárolni, viszont a kupakokat, azokat fertőtleníteni szoktam. Hát először is ugye mosogatógépbe kimosom, de hát ha az nincs, akkor az se gond. A legegyszerűbb úgy megoldani, hogy hát körülbelül két liter vizet egy lábosba beleteszünk, abba beleteszünk egy darab tartósítószert, egy, kicsit a saknátrium benzoátot, olyat, amilyet a legelején ugye mutattam, és lényegében abban a tartósítószeres vízben szépen beledobjuk a kupakokat, és benne hagyjuk ázni egy fél órára, és utána ezekkel a kupakokkal zárjuk le a flakonokba töltött finom szörpöt. Hát még egy pillanat elejéig elkészítek egy poharkával, hogy mutassam meg a végső kinézetét, hogy mennyire szép színe van, és milyen incsiklandóan néz ki az egész. És hát kívánok mindenkinek nagyon sok és jó szörkészítést. No, megmutatom akkor, hogy néz ki a kész termék egy pohárba. No, így kinn a teraszon. Én magamnak nem készítem ennyire erősre, de mondom, rendesen egy a héthez van az arány. Hát én magamnak körülbelül egy az öt, egy az egy a hat szoktam keverni, nem szeretem, hogyha nagyon émegősen édes. Egy nagy pohárral mindenkire, aki bánaszörköt fog készíteni egészségünkre.